Demonstrációra jöttök? Igen. Hogy, hogy megjelentetek? Nem tudom, mert Orbán az, nem tudom, bekapottja a f***t. Korrupt a teljes összes, tehát az ellenzék is, a baloldal is, jobboldal is. Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Válaszolni kellene. Kettő Orbán Viktor. Üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. A mai nap Magyar Péter által szervezett demonstrációt fogunk ellátogatni, és kérdezzük meg a járókelőket különféle kérdésekkel kapcsolatban. Azt fontos megjegyeznem, hogy én politikailag teljesen függetlenül vagyok most itt ezen a helyszínen, csupán a járókelők véleményére vagyok kíváncsi. Úgyhogy rómazzuk is meg az embereket, nézzük, hogy mit mondanak. Jó napot kívánok, hogy itt vannak a mai nap folyamán ezen a demonstráción. Megkérdezhetném önöket, hogy mi okból látogattok el ide a demonstrációra? Kíváncsiak voltunk arra, hogy mi lesz a következő ennek a Magyar Péternek, hogy mivel tartja fent az érdeklődést. Kíváncsi. Tehát önöknek ezek szerint szimpatikus Magyar Péter? Hát a jelenleg regnáló csapatból, akiket itt annak lehet nevezni, ellenzék és NER lovagok és egyáltalán Fidesz és KDNP és stb. Az összes ilyen tök fölösleges branda, igen, adunk neki egy esélyt, aztán majd meglátjuk. Én Svájcból jöttem haza azért, hogy tüntessek. Svájcban nem megyék vannak, hanem kantonok. És Svájcnak is ugyanaz a lényeg, mint ami az Egyesült Államoknak is, ugye, hogy az Egyesült Államok minden egyes államban az államnak megfelelőképpen van kialakítva a politika, a törvények, a fizetések, a segélyek annak alapján vannak. Ha egy gazdagabbról van szó, akkor ott nem adnak annyi segít. Ha egy szegényebbről, ott jobban támogatják az embereket. Ugyanezt kell Magyarországon is csinálni. Külföldön élő magyarok, ez mit jelent? Igen. Hogy miért van nálad most így a tüntetésen? Hát én 20 éve Berlinben lakok, nem Würzburgban. Berlinben lakok, és én képviselni akartam a külföldön élő magyarokat. Vagyunk egy jó páran. És tehát... az a baj, hogyha egyszer kimész, akkor már nem is tudsz hazajönni, főleg ilyen rendszerben. Miért nem tudsz hazajönni? Hát, mert most 13 éve van körülbelül ez a rendszer, ami egyszerűen nem leváltható, legalábbis eddig. Demonstrációra jöttök? Igen. Hogy megjelentetek? Hát nem tudom, mert Orbán az, nem tudom, bekapottja a f***t. A változás miatt jöttünk. Bízunk a Péterbe, és ezért. Meg hát a gyerekeink miatt. A jövő miatt. És milyen változásokat szeretnének? Élhetőbb változást. Múltkor pont erről csináltam egyébként videót, arról kérdeztem a járókelőket, hogy szerintük van-e jövő a Magyarországon élő fiataloknak. Senkinek nincs, se fiatalnak, se idősnek, nekünk se középkorúnak. A középső gyerekünk már kint is van, Ausztriában, így van. Ennyi. Ki vagyunk készülve ettől a jelenlegi felépített helyzettől. Menjen el bárki egy gyárba dolgozni, milyen k***a jó helyzet, Európa összeszerelő üzemei lettünk. Én azért jöttem, mert pedagógus vagyok, és nem gondolom azt, hogy ma egy általános iskolában az összes természettudományos tárgyat nekem kell oktatnom felső tagozaton. Nincsen ember? Nincsen ember, akik pedig vannak kollégáim, azokkal gyakorlatilag megosztozunk. Nincsen szakember, nincsen szakos pedagógus, és igazából ez a rendszer, ez a mai nap ez arról szól, hogy ebben is majd lehet változás. Én ezért jöttem el, hogy kevesebb órával, több fizetéssel, több tudást tudjak átadni, és hogy sikeresen Magyarország felé tudjunk haladni. Nézzük meg! Látod, ezen minden rajta van. Minden, aha. Minden tönkretettek. Tehát szociális ellátás, járulékok, fogyatékkal élők, korrekt munka. 16 éve élek kint. Én azt terveztem, tavaly költöztünk volna haza Magyarországra. Hatalmas házunk van, úszómedencével, nem jövünk haza Svájcból. Nyugdíjasként nem jövök haza. És most jelen pillanatban mivel nincsen megelégedve? Mi az a dolog, ami... Hát sok mindennel, tehát az oktatási rendszerrel, egészségügyel, tehát az országnak, vagy az országon belül sok mindennel, aminek jobban kellene működni, és az embereket szolgálja. Most a demonstrációról jöttök? Ja, de ahogy is Margit-szigetre vagyunk. Na jó, azt hittem, hogy innen jöttök. De egyébként mi a vélemény erről a tüntetésről? Ez március 15-e. Ha? Tudod, ki szólal fel most a mai nap? Nem tudom amúgy. Nem foglalkozol ezekkel a politikai ügyekkel? Nem, de nem tudok villamossal járkálni miatta. Villamossal? Igen. Hát ez nagy probléma, nem? Hát le kell sétálnom azt az egész utat. Hát de figyelj, legalább sportolsz valamit, nem? Az ország nagyon szar helyzetben van. És a Magyar Péter számomra nem egy reménysugár, viszont van már egy lehetőség, egy potenciál, valami történik, hogy pörög az egész közéleti diskurzus. Én ezért jöttem el ide, személy szerint. Orbán Viktor vagy Magyar Péter?
Hát nyilvánvaló Magyar Péter, egyértelmű. Tehát változás csak ő tudja elhozni. Hát egy olyan élhető országot szeretnének teremteni, ahol normális fizetések vannak, így a szavaiból ezt szűrtem ki, és akkor a teljes egészében együtt lehet a család. Így van. Mi lenne önnek az ideális Magyarország? Sajnos, és Péter nem tudja megcsinálni, mert ugye a törvények azt csinálják, hogy nem engedik. Sajnos nem engedik meg a változást. Hiába vagyunk most itt 350 ezeren, vagy 290 ezeren. Szerettük volna látni, hogy mennyien vagyunk emellett az ügy mellett, úgyhogy ezért érkeztünk, és kíváncsiak voltunk, hogy egyébként milyen egyéb mondani valója van Magyar Péternek, ugye az atombombái mellett. Demokrácia legyen itthon, az a fontos is, hogy a... Bocsánat, csak már nincsen sok hangom. Kiabáltam most a tüntetésen? Hát dehogy. Hogy az embereknek legyen perspektívája, legyen egy olyan képe, ami a jövőre tekintve számolni tud vele. Milyen változásokat szeretnétek látni Magyarországon? Jó, kommunikációt elsősorban. Ilyen társadalmi, nem is osztályok, inkább kulturális osztályok közötti kommunikációt. Jobb és baloldal között kiábrándult harmadik utas, liberális, szocialista, nemzeti tudatú emberek közötti kommunikációt szeretnék én látni, illetve az egész helyzetet így felpörgetni, hogy mi történik, hogy történik és miért történik. Mert van egy nagyon nagy kiábrándultság az egész társadalomban, és ez a kiábrándultságnak kell egy megfejtés, kell egy okfejtés, és ezt kell megkeresnünk, azt hiszem. Nem jövök haza, félek az egészségügytől, félek az úthelyzettől, félek a boltban vásárolt ételek minőségétől, mindentől az elmúlt 3 évben. Nekem a lányom kiköltözött az Egyesült Államokba, ott születtek az unokáim, és nekem az volt az álmom, hogy hazajövök nyugdíjasként Magyarországra, ugye az unokáim jönnek hozzám nyaralni, hogy azért a magyarságot. Most mi? Svájcba fognak jönni nyaralni? Én azt remélem, hogy minden egyes alkalommal többen vagyunk, mert nyilván, hogy sok ember alszik, és nem meri fölvállalni azt, hogy igazából nem szereti ezt a kormányt, de amikor meglátják, hogy ennyien vagyunk, akkor ők is kimernek mozdulni. Magyar Péter vagy Orbán Viktor? Hát most egyértelműen Magyar Péter, őt még nem ismertem, hogy de szépen mondja a dolgokat. Na most azért Orbán Viktornak is szépen mondta a dolgokat a 90-es években. Azért meg kell látni, meg kell nézni, hogy milyen irányba megy el a Magyar Péter, de az biztos, hogy Orbán Viktor a sok lopással, meg az oligarcháival semmiképpen. Mivel nincsenek most jelen pillanatban megelégedve egyébként? Röviden semmivel. Semmivel? De mi ez a semmi? A Hatházi Ákos a múlt héten hozta a 300. vidéken felfedezett gazemberséget. Elég? Vagy folytassa? Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Ha válaszolni kellene. Egyértelmű Magyar Péter. Én a változásra szavazok, akárki is legyen ennek az élém. És mit gondolnak a hangfelvételről, ami publikussá vált? Ezt ideig is tudtuk, hogy ez így zajlik, de most ugye belső forrásból értesültünk ezáltal, és még most se azzal foglalkoznak, hogyha erről a felesége, volt felesége tudott, akkor miért nem tett bármit is? Nem tudom, mit mondjak. Nem látom Magyar Péterbe egyébként a messiást. Nem látom azt, hogy ő most megváltaná a világot, és ő most azt mondaná Magyarországra, hogy most minden oké, minden jól menne, és ő megváltoztatja a világot, nem látom ezt. Én egyszer azt látom, hogy egyszerűen nincs más. Nincs más. Most ki legyen, hogy Orbán, vagy pedig Gyurcsány? Egyszerűen nincs más választásunk. Nem tudom, akarunk változást? És hogyha akarunk, akkor egyszerűen nincs más alternatíva. Legyen már egy változás az elmúlt 35 év után, legyen egy új rendszerváltás. Ennyi. Én ennyit szeretnék, és én ezt remélem ettől. Nem feltétlen Magyar Pétertől egy személyben, hanem ez lett volna a következő kérdése. A mozgalomtól és azoktól a civilektől, akiket nem busszal hoznak a Rákóczi útra, hanem felültek a vonatra, autóba ültek, kocsival, ahogy tudtak, eljöttek, és mindenki azt szeretné, hogy változzon már végre. Én Berlinben élek, ugye Berlinben fizetem az adómat, de a magyarok pénzét, a Magyarországon élő adófizetőknek a pénzét lopják el, és ez felháborít engem is, és ez fel kell, hogy háborítson mindenkit. Iváni Gáborik iskolában tanítottam, és nem kaptunk fizetést, úgy tönkretették őket. Nem kaptunk fizetést, mert az Orbán kormány nem utalt el a normatívákat, és én nekem azért kellett iskolát váltanom, és átmenni az Iváni Gábor
evangéliumi testvérközösségének általános iskolájából, a 10. kerületből, a Wesley János általános iskolából és gimnáziumból állami iskolába, az esztergomi tankerületbe, mert gyakorlatilag fizetés nélkül maradtunk, és igazából nem tudtuk tovább vinni. Az iskola megvan még, de én nagyon remélem, hogy ebben is lesz igazság, hogy az Iványi Gáborékat majd a Magyar Péter meg fogja tudni menteni, és teszéltük. Hogy egy térműtétre kell várni itthon 6,5 évet? Vagy éppenséggel a férjemnek most lesz csípőműtétje kint, itt nem tudom mennyit kell most 2 évet várni rá, jó, ha kifizeted, akkor oké. Jó, ki vagy gyúrva, tesó? Az ilyen karral lehetnek változások? Figyelj, de drága uram. Igen? Én nem fogok mondani semmit, de a lényeg, egyetlen egy dolog van, amikor miért kellett kivágni a gyönyörű fát. Korrupt a teljes összes, tehát az ellenzék is, a baloldal is, jobboldal is. Mindenkit el kéne hajtani a fenébe, és egy szakértői kormányt felállítani. Én abban bízok, hogy a Péter ilyenen fog dolgozni. Minden pénzt elköltöttek, minden pénzt odaadtak a haveroknak. Azokat visszaszerezni szerintem képtelenség lesz, tehát csak új forrásokból lehet majd megvalósítani bármit is, föl kell vegyünk mindenféle helyről mindenféle hiteleket. Nem ide jöttem, én csak a barátnőmmel a rakpartra leültem kicsit. Ja, leültetek, aztán úgy voltatok vele, hogy akkor benéztek, hogy mi a helyzet. Nem, csak itt jöttünk el. Hát hogy jöttetek át ezen a tömegen? Utat törtem, úttörő vagyok. Vá, erről van szó! Szia. Örültem a találkozásnak, részemre minden jót kívánok! Báskacok, nagyon szépen köszönöm ezt a mai figyelmet, a komment szekcióban jöhetnek a vélemények, de az fontos, hogy intelligens megnyilvánulások legyenek. Találkozunk legközelebb, csősztök!